Reggel miattál, mindről csatornán kiperjelentedik a következő csodálatos Farming Simulator 19 1 milliárd euró kívás sorozat következő részével, aminek a legelején próbálnék elmondani néhány dolgot. Például azzal kapcsolatban nemrég raktam ki az előző részt, már amikor épült ez a TS telep, és nagyon, mondjuk úgy, hogy nagyon megosztó lett. Többen írtátok, hogy tök jó, mert ugye egy helyen most mindent meg tudok csinálni, de jó páran írtátok, hogy hát elég csúfos lett ez a TS telep, meg elég csúfos ez az egész platform. Fú, erről azért akarok beszélni, de viszont figyeljetek, neki kéne állni dolgozni. A gameplay-en kívül mit csináltam, azt gyorsan el akarom mondani, ugye itt szenvedtem, visszatöltöttem, mentettem, visszatöltöttem, mentettem, visszatöltöttem, és sikerült megcsinálni így ezt a rampát, ugye most már be lehet jönni a TS telepre. Köszönöm szépen annak, aki mondta, hogy a középső egérgombbal tudok így gyakorlatilag ilyen rampát készíteni, amikor csinálom ezt, de így sem volt egyszerű. Jelzés értékűnek raktam oda két kerítést, azért, hogy tudjuk, hogy hol lehet bejönni, meg igazából itt is van kettő darab kerítés. Ez is azt akarja határolni, hogy hol lesz majd nekünk a kapunk, tehát itt is lesz egy kapu. Itt is ki lehet menni a földekre, ugye, ott meg ki lehet menni az útra, gyakorlatilag kettő kiárata lesz, több kiáratot egyelőre nem tervezek. Egyébként közben rájöttem arra, hogy ezt így ki kell nyitni. Elvileg. Aha, most lehet, hogy be is csuktam abban a minutumban. Igen, ezt ki kell nyitni, ezt a szénepadlást, és akkor úgy működik. Meg várja, még azt hiszem, hogy mást is ki tudsz rajta nyitni, mindjárt megnézem. Igen, igen, így full ki tudod nyitni, és akkor gyakorlatilag itt tudod ugye tölteni a járművedet, vagy akármidet. Itt meg ugye tudod beküldeni beléje a szalmát. Szóval ez így működik. Szóval így be tudod csukni, ki tudod nyitni elvileg. Még itt ezt is ki tudom nyitni, úgyhogy ez egy ilyen elég érdekes dolog. Gondolom ez akkor tele lesz szalmával, majd vagy nem tudom, hogyha alakul a helyzet. Azon kívül azt csináltam, hogy vittem raklapot a tyúkoknak, és vittem nekik tápot. Sajnos rákényszerültünk arra, ugye, hogy kellett nekik kaját vinnem. Viszont azt kellene nagyon gyorsan csinálni, hogy neki kellene állni minél hamarabb a vetésnek. Ugye a vetéssel annyi probléma van, menjünk a kilovetszre. Újra fel kell venni a fonalat, mivel pénz nélkül nem fogunk semmire jutni, és közben azért mondom, hogy mégis mire lehet majd számítani. Jó, gyerekek? Fogok beszélni erről a TS telepről is, szóval nyugodtan figyeljétek, vagy várjátok meg, hogy mit fogok erről mondani, mert tényleg tudom, igen, elég megosztó lett ez a TS telep. Viszont azt próbálom így leszögezni, meg így igazából, ez nagyon fontos, srácok, hogy konkrétan ez nem más, mint a TS telep alapja. Sajnos ugye, mivel nincs rá pénzünk, mi nem csitelünk be pénzt, mi nem semmi trükköt nem alkalmazunk, ezért, ezt viszont sajnos be kell kultiváltatnom, mert meg kell csinálnom, mert hát az ilyen projekt van, gyerekek, mellettük ezt átfogom így. És ezért ugye nem tudom tovább csinálni egyenlőre, de egy csomó minden fog ezen még változni. Viszont gyerekek, nekem mindenképpen kellett egy olyan hely, ahol, ami nagy, és egy csomó mindent tudok csinálni. A tyúkokat is át fogjuk ide hozni, bukunk rajta egy csomó pénzt, viszont szerintem sokkal jobb lesz, hogyha sorba lesznek a tyúkolak, lehet őket normálisan etetni, egy autólódos nyerges vontatóval meg föl lehet szedni gyorsan a tojást, el lehet vinni, értitek, akármelyik, egyből ugye van csatlakozásunk most egy útra, egy főútvonalra, és figyeljetek, szerintem ezt muszáj ezt így csinálnom. Na várjatok, nekem ezt meg viszont kellene, várjatok, mi vagyunk, szójavon vagyunk, az ugye ugrik most egyelőre, mindenképpen búzára kell ráállnunk, és nem fogja megcsinálni nekem, úgyhogy ezt az egy sort nekem kell lehúzni, mert ugye, vagy nem is egy sort, hanem kettő sort minimum húzunk, ezt ugye nekem kell megcsinálni, mert gyakorlatilag ezt nem nagyon szereti ő eltüntetni, hát nekem meg muszáj, ugye, mert itt a szója babot bepörgettünk az idővel, hülyeség volt, tudom, jó. Igen, ide át fogjuk hozni a csirkéket is, egy helyen lesz minden szépen sorba, nagyon-nagyon könnyű lesz őket etetni, nagyon-nagyon könnyű lesz a tojást elhordani innen, úgyhogy tényleg egy ilyen
kellett nekem egy ilyen hely, ahol kiépíthetem, figyeljetek gyerekek, ez egy 1 milliárd euró kihívás. Ezt nem tudom megcsinálni ezt az egészet egy olyan placon, ami nem nincs nem áll kézre. Itt ugye rengeteg pénzt kell majd termelnünk egy idő után, és ráadásul ugye tényleg egy ilyen precíziós gazdálkodást kell majd véghez vinnem, ami tényleg egy ilyen nagyon retro telepen nem fog menni. Gyerekek, még a retro gépek mindenképpen fognak részt venni ugye ebbe az egész sorozatba, mert azokat nem fogjuk elfelejteni, használni fogjuk. De ugye ez nem egy retro sorozatnak indult, hanem ez annak indult, hogy ezt próbáljuk megcsinálni, ami nem kicsi feladat, és nem hiszem, hogy emiatt nem elvárható az, hogy én nem is tudom, egy ilyen kicsi udvarba csináljam ezt meg. Gyerekek, ide kellenek nagy épületek, ide jó, hogyha együtt van, a logisztika nagyon fontos, úgyhogy ez muszáj meglépni, de figyelj, ígyétek el, hogy az idő engem fog igazolni, mert amit már mondtam, hogy ugye mint egy ilyen gondolatkísérlet, mi van? Mint egy ilyen gondolatkísérletet, én már végigjátszottam a fejemben nagyon sokszor, hogy hogy fog alakulni ugye a gazdaságunk. És konkrétan higgyétek el, hogy ez jó fog lenni. Jó fog lenni az, hogy például egy helyen fogjuk... Egyébként arról letettem, hogy ott lesz a gazdaságunk. Arról letettem, annyit szeretnék ott megcsinálni, mármint nem az egész gazdaságunk lesz ott, hanem ott az állattart. Nekem kell egy olyan hely, ahol tudok állatot tartani. Nem egy keszekusza őrület, ahol ugye nagyon nehéz ugye megcsinálni a logisztikát, nagyon nehéz az etetés, nagyon nehéz elhordani a tojást. Kell egy olyan plac nekem, ahol az állattartást tudom csinálni a gyerekek. Oda tudunk még kialakítani utakat, nem tudom, közvilágítást, egy csomó mindent, tehát tök szépen meg tudjuk csinálni ezt az egészet, de meg is kell csinálnunk, mert különben, hogyha ilyen nagyon-nagyon nem jól működően csináljuk a dolgot, akkor itt bele fogunk félni, és nekem az nem jönne. Nem adná ki, hogyha nem sikerülne ez nekem, mert én szeretném, hogy ez sikerüljön. Én úgy érzem, hogy ehhez kell egy nem magyarázkodom, csak így próbálom elmondani azoknak, akik így úgy gondolták, hogy hát ez így nem nagyon jó. Úgy gyerekek, a másik végét is le kellene vetni, mert ugye itt bele fog keveredni a dolgozó. A másik végét is lehúzzuk, tudjátok, mert bele fog menni a idejbe csúkbújba. Úgyhogy aztán utána akkor indítjuk minden az összes vetőt, és akkor búzár vetünk agyba főbe, nagyon kell, mert a tyúkoknak nagyon kell. Viszont még egy nagyon érdekes dolog fog lenni, ki fogjuk éjesztetni a tyúkokat, sajnos. Sajnos ki fogjuk éjesztetni a tyúkokat, mert szeretném áthozni ide az egész tyúkfa. Gyerekek, figyeljetek, változás kell, különböző innovációkat kell megvalósítani, meg különben most mit? Nem haladsz, érted? Ez. Tudom, hogy a tyúkokon fogunk bukni, ugye nem annyiért tudom eladni, tudom, hogy az ólakat sajnos nem ugyanannyiért fogunk eladni, pénzt még mindig nem fogunk becsitelni, meg nem fogok visszakérni azért, mert most én áthordom a tyúkokat. Figyeljetek, ez pénzbe kerül. Az ne az legyen, hogy mindenért ilyen kifogásokat keresünk, hogy jaj, hát azért én visszaadom a pénzt magamnak, mert úgyis a tyúkokat eladom, csak áthordom, jaj, mert nem. Ja, gyerekek, nem, mert rossz gépet vettem, akkor nem, akkor már legyen akkor legyen tétje, érted, elcseszed, akkor úgy jártál, hogyha át akarod hozni a tyúkokat, neked kényelmesebb, azzal ugye valószínű pénzt keresel, neked kényelmesebb lesz az egész szituáció, emiatt neked ez jobb lesz, emiatt költsél rá pénzt, de valóságban is egy objektumot, egy ólat elbontani, áthordani a tyúkokat, az ami pénzbe kerül, hát ez van gyerekek, úgyhogy ez nem valami íze, nem valami... Nem, valóságban se úgy működik, jaj, hát hiszen áthordom a tyúkokat, akkor ne kerüljön pénzbe, hát dehogy nem, hát pénzbe kerül bazen, hát ez úgy működik, hát ez... Nincs itt tapellát a gyerekek. Na, figyeljetek, ezt meg is kellene indítanom, kicsit meghúzzuk. Oké, majd húzzuk erre, aztán akkor induljon is, csak egy kicsit így beállítom, hogy ne a falon menjen. De az egészet is vigye azért a lehetőle. Na, azért ne találják ki végre ezt a helyet. Valahogy
próbálom a normálisan, csak nem annyira megy. Oké, okay, és akkor mehetsz is, barátom. Verjen neki, hozzuk a kettőt. Lehet, hogy akkor megcsináljuk, gyerekek, hogy ide kompromisszumot kötök veletek, itt lesz a gépparkunk, ott meg csak az állattartás, de akkor az úgy tök jó lesz szerintem, hogy lesz egy ilyen külön állattartó részleg, és ígérem, ha pénzbe is kerül, meg fogom csinálni autentikusra. Tudom, ezt a nagy flat részt, ezt annyira úgy gondoljátok, nem lehet, de higgyétek el, hogy meg fogja csinálni a keeper, hogy autentikus legyen valamennyire. Na gyerekek, mehet ez itt tovább. Egyébként adtatok egy jó ötletet, Nigruskaja írta, hogy kell kivenni ezt a kerítést editorba, hát mivel ugye ez ilyen része a mapnak. Nem tudom egyébként, hogy ezt megengeditek-e, hogy megcsináljam. Na mi van ma? Indulsz-e vagy nem indulsz? Várj, majdnem szójabobot elindított a böcsém, nagyon figyeljére. Egyébként ez azért van ám, mert ilyen dumál a keeper megállás nélkül. Oké, okay, ez ugye nem olyan gyorsan fogja húzni, nem baj. Ja, ezt a kerítést, hogy kivehetem, mert ugye nem tudom kivenni, nem tudom eladni, az én földemben van, de van egy kerítés. Írjátok meg, hogy azt megcsinálhatom, mert hogy editorba kiveszem ezt a kerítést, mert akkor ez nem... Nem mondjuk, miért nem venném ki akkor? Jó, oké, okay, gyerekek. Ja, és ugye látjátok, hogy nagyon kevés a pénzem, azt az elején elfelejtettem elmondani, mondjuk azt elmondtam, hogy miket vettem, csak ezért ennyi a pénzem, úgyhogy ettől ne ijedjenek meg, ez így. Így van, sajnos ez egy ilyen projekt. Hogy a pénzük elfogyott. Na, mehetünk ezzel is. Nem szólja a búza, nagyon sok búzára van szükségünk. Vissza kell rázódnunk, gyerekek, a folyamatokba, és az meg ott várjál már, ez itt nem nagyon tudja, mint akar. Megint megfordítom, azt talál akkor majd. Valamit megindul. Ez a tolatgatás, ez sajnos ez része itt a része itt az őrületnek, amit ezek megpróbálnak megcsinálni. Oké, okay. Mert ez is barátok, csapjad neki minden egy búzát bet, ugye? Valószínűleg ugye elég is lesz bennük. Közben egyébként az ifát el kellene kicsit rendezni. Akkor az lesz, gyerekek, esetleg a helikopter fog itt anyázni, ugye már megcsináltuk neki a helipadot. És ugye tudok utakat csinálni, tudok sárt csinálni, azt csinálok, amit akarok, tényleg, akkor most az a lényeg, hogy így meglett ez a plac, és már tudok valamit kezdeni majd vele. Na, gyerekek, mi az, amit kellene még csinálni? Ja, az állatoknak hordtam be, valamelyiknek 4, valamelyiknek csak 2000 jutott, az összes pénzemet elvertem konkrétan arra, hogy ugye ez megtörténjen. Húban sorskártya napról, csak ki ne húzzunk valami szart, mert akkor megőrülök. Egyébként valaki azt írt, egy csomó variációt írtatok, valaki azt írta, hogy miért a legmélyebb pontján csináltam ennek. Ugye, ha a legmélyebb pontján csináltam volna ennek, akkor itt lett volna egy ilyen hatalmas nagy szakadék. Akkor egy ilyen lyukba lettünk volna, szerintem az mindenképp jobb, hogyha egy platform van, mint hogyha egy lyuk lett volna. Most azon agyalok, mit kellene csinálni, ki kellene próbálni egyébként. Várjátok itt, hogy mi a szituáció, hogy nincsenek a gépek szanaszéjé, azt meg kell nézni. Hát azért vannak, ugye. Akkor valószínű, hogy meg fogjuk tartani ezt a telepet. És akkor az állattartásnál áthelyezzük a 8-as részre. Vegyük úgy, hogy kompromisszumot kötöttünk. Ja, és igen, írtátok, hogy miért nem. Most ezt meg is mutatom gyorsan, mert akkor, ha vetnek, akkor nyugodtan mutathatom. Hogy miért nem, akkor vettem meg, ugye, na figyeljetek, ugye ide szépen tudok rakni csirke, tök jó etetni, ugye? Tök jó etetni, tojást tök jó összeszedni, mit tudom, hogy lesz belőle, vagy nagyon sok, nem tudom, kell pénz, gyerekek, nagyon sok pénz kell az 1 milliárd euróhoz. Mondjuk 10 darabból könnyen etethető legyen, könnyen lehessen velük mindent csinálni. Másik oldalt, marha, mondjuk középen disznó. Meg tudjuk csinálni, sáros legyen, ilyen legyen, olyan legyen, esetleg még legömbölítjük a szélét is, tök olyan lesz, mint hogyha valóság lenne. Egyelőre ugye ez az alap, ennyi pénzem volt, látjátok, hogy 1000 eurón van, 1900 euró, nem tudom tovább fejleszteni, ezt fogjuk fejleszteni, ebbe egy csomó pénzt rá fogunk locsolni, viszont ugye ez a játék végéig, az 1 milliárd euróig ki fog tartani. Ja, meg valaki írta, hogy miért volt jó, miért nem a legközelebbi, legnagyobb földhöz raktam? Itt a legnagyobb föld. Nézd oda? Ez a legnagyobb föld. Itt van körülbelül
egy ilyen, mit tudom, pár méterre, ugye itt gyakorlatilag tudok még esetleg izét is magamnak csinálni, hidat, vagy egy kijáratot legnagyobb földre. Legnagyobb földet elérem innen, ez szerintem ez beteg jó, hogy ezt így tudom csinálni. Még mit akartam ezzel kapcsolatban mondani? Ja, a TS telep, tök jó, nagy, ugye? Tök jó nagy. Csak az a baj, hogy egy csomó mindent nem tud semmire használni. Ugye vannak olyan objektek, amik gyakorlatilag csak disztárgyak, ide maximum gépeket raksz, ide maximum gépeket raksz, ide se tudsz semmi olyat rakni, már mint ilyen ólat, meg ilyet, azt felejtsd, de itt se tudsz. Konkrétan a felét azt maximum arra tudod használni, hogy rakod a gépeket, meg esetleg beleöntözöd a gaborát, ugye? Ez így tiszta szerintem, meg mit tudom, bálnákat tároz, de mind ilyen tagolt. Ez így tök jó, tényleg nagyon autentikus, hogy eljátszogat az ember, csak nem amikor 1 milliárd eurót kell kitermelnie, mert szeretné megvalósítani. Ugye itt hátul van egy egybefüggő plac, egy ilyen ekkora kocka, ahová esetleg ólakat ugye tudsz rakni, azt hiszem disznóólak vannak itt gyárilag is. Itt ugye megint maximum ilyen balát tárolsz, ilyesmi, ott is maximum tárolsz valamit, ennyi gyerekek, ennyi a beépíthető rész, ennyi. Nekem meg viszont beépíthető rész kell, mivel ugye állatokat akarok tartani. De ígérem, hogy autentikusra meg fogjuk faragni, hogy azért mindenki megelégedésére szolgáljon, viszont akkor azt kellene csinálni, és azt akartam mondani, hogy ja, ezt rendbe kellene rakni, ezt az ifát, már egyébként rettentő csúnyán néz ki, aztán közben még kellene dolgoznunk ezt-azt. Meg ja, sorskártyát kellene húzni, azt meg is, ki is húzhatjuk, gyerekek. Jaj, pont olvastam egyébként a izéket, pont olvastam a kommenteket, úgyhogy nyilván a böngésző. Pont erről volt szó, hogy nem is tudom, itt, most erről nem hiszem, hogy itt kellene... Ez minek kellett így? Ja, pont László Darány írja, azt mondta, a nagy földeknél ilyen előletölt helyességek lesznek, hogy ne kelljen a telepre visszahordozni, ergo soha nem lesz ott kb. Semmi, mert a nagy földek nem úgy vannak. Például azt írt, tehát írtam is neki, hogy ott van 100 méterre tőle föld. De most nem erről van szó, hanem pörgessünk, összekeverem. Kicsit módosítottam egyébként a sorskártyákon, kicsit farigcsálom őket, hogy ne legyenek olyan súlytalanok. Szóval, hogyha bukunk, akkor nagyobbat bukunk, hogyha nyerünk, akkor nagyobbat nyerünk. Az állatait nagyon jól érzik magukat. Szaporodtak 20%-kal nőtt a répességük. Hát az a nagy baj, hogy ugye hiába is nem fér bele több, úgyhogy ez tök jó lett volna kiúzni azt a sorskártyát, nem nagyon sokat nyertünk vele. Na gyerekek, az a baj, hogy nincs műtrágya, megmondom frankót, az egy elég nagy probléma. Szóval lehet, hogy a műtrágyával egy kicsit hadilában fogunk állni. A permet, az a helikoptert meg megvettük, és nincs benne permetünk, de nyugodjon meg, mert lesz itt minden is. Várjátok, itt egy kicsit rendbe rakom ezt az ifát, igaz, nincsen rajta túl sok minden, de muszáj lenne egy kicsit, hogy rendezett legyen az is, ami esetleg van. Hát igen, vissza kell zökkennünk a termelésbe itt. Jó gyerekek, most azért kicsit normálisabban van rajta cucc. Mit akartam? Egyébként azt akartam nézni, és mindenféle olyan szándék nélkül, hogy pénzt csináljak, mert nem az a cél, hanem az, hogy át kellene néznünk a gépparkunkat, meg mindenünket, hogy igazából mind van, ami nem kell. Egyébként a fent nagyon jó, sokan mondtátok, hogy az nem jó, nagyon jó. A 82-es M10 egyelőre megmarad, ez nagyon jó, a rába egyébként nem a legjobb, egyébként ezt nagyon drágán vettem, valaki írta, hogy egyik részben, hogy nem a kilovec volt a legdrágább járművem, hanem a rába, de a kilovec az drágább volt egyébként. Ez miért ilyen olcsó ez a jams? Ja, mert ez már 20 napja meg van. De vada nézzük, miért ilyen rohadt olcsó? Figyeled? Ez nagyon durva. Mi az, hogy ez ilyen korosodik, és akkor ez drága, vagy elment az ára? Na, ebben van ugye kettő, az marad. Igen, ott is van egy. Jó, ezek vannak, ezek kellenek. Szerintem nem is lesz semmi, ami így nem kell. Van egy csomó raklapunk, igen, vannak ezek.
Gyorsan átnézem, hogy mi az, ami esetleg nem kell. A budi is kell, persze. De nem is nagyon van olyan, ami... Egyébként a pótkocsikat adtam volna a legszívesebben, mert azok annyira nem kellene, de egyet fene, hogy maradjanak. Figyeljetek, műtrágya kellene, mert az le van nagyon amortizálódva. El kellene mennem valamivel műtrágyáért, de pont jó lesz, mert ez meg itt a kamasz. Ugye hordtam a... Látjátok, egyébként 10 éve hordtam mindenképpen a rocklapokat, tehát nem... Még a gameplayen kívül is ezekkel hordom a dolgokat, szóval nem az van, hogy mit tudom én itt repkedek meg ilyesen, hanem tényleg akkor is próbálom gameplayen kívül is autentikusan csinálni. Ezeket a csirkehullakat a gyerekek el fogjuk adni, úgyhogy ne lepődjetek meg, hogy azt fog történni. Hát műtrágyánk, akármennyit is tudunk venni, de muszáj, hogy akkor legyen legalább egyszer meg műtrágyázva az a föld. Igen, és a valószínűleg, hogyha földet veszünk, akkor a szemben lévő földeket fogjuk... Jaj, de jó, hát hiszen vettünk műtrágyát, csak nem vitte be. Ó, de jó. Mindenképp el akartam vinni ezt a gépet, akkor már rakjuk fel, azt vigyük el. A pótkocs... Igen, a pótkocs is lesz cserébe. Csomó ötletet írtok, tudom, gyerekek, bírom, próbálom fejbe tartani nagyon... Hoppa. Hát ezt jól lelöktem. Próbálom fejbe tartani az ötleteiteket, higgyétek el. Írtátok például, hogy ugye jó lenne lecserélni ezeket a pótkocsikat, és akkor inkább egy bálahordót. Az is jó ötlet, de egyébként mindenképpen azt akarom, hogyha áttelepítettük oda, ugye az már nem olyan soká lesz a csirkéket, akkor mindenképpen egy olyan pótkocsit szeretnék venni, amelyik, ha még nincs is, addig nem lesz nyergesünk, de hogyha lesz, akkor nagyon szuper lesz, hogy egy autóllódósat, mert gondolom, az nem olyan nagy probléma, tehát lesz egy nyergesünk, ami gyakorlatilag egy raklap szállításra fogunk használni, az azt jelenti, hogy ezeket a raklapokat is, vagy zsákokat tudjuk vele hordani, a ezeket is tudjuk, a tojásokat is tudjuk vele hordani, meg ugye az üres tojásos raklapokat is tudjuk vele hordani. Autólódos pótkocsi lesz egyenlővel, hogy így pakolom, szerintem akkor annyira mindegy, hogy most így pakolom, vagy éppen az autólódossal. Itt többen írtátok, hogy nyugodtan rakja be, mert mindenki használja, nem fog senki ízével pakolni, főleg nem raklapvillával, hogyha mit tudom én, az arra jó, hogy így kipróbál, hogy eljátszasz vele, de hogyha komolyabban akarsz játszani, akkor így el lehet felejteni, az autólódos pótot nem véletlenül találták ki. Esetleg amikor autólódozunk, akkor mindig levonunk magunktól pénzösszeget, az is jó lenne, olyan, mint hogyha rakódók lenne, srácok. Yes. Oké, mi a szituáció? Mi történik itt? Várjatok. Hoppá, hoppá, kettő darab izé, már össze is. Bá, ilyen gyorsan tudnak ezek izé érni. Dolgozni, jó, akkor ezt kikapcsoljuk. Oké, ezt odébb visszük. Nem férsz? Nem férsz. Jaj, gyerek. Jaj, meg is állt. Jó, van, értem. Oké, meg is állt. Odébb viszem, aztán akkor hadd szóljon. Gyerekek, milyen gyorsan vetik ezek, úristen. De ez pont szembe jön vele, nem? Azt azért szembe fordul vele. Van ez, ezt itt lehúzom, mert ugye itt szokott több probléma lenni. Gyerekek, itt rá kell figyelni itt az idei dolgozókra, mi? Különben itt csak áldogálnak. Ezt azt is érdemes ott lehúzni, mert így akkor nem megy bele abba a patakba, hanem egyből fordul ugye a föld végén. Szóval egész jó haladunk. Ezt itt lehúzza a keeper. Jó, és akkor visszafordulunk, aztán már indítjuk is. Ez a másik piros kájtszal, lehet, hogy meg fog állni kinyába. Ugye nem tud mit csinálni majd ezzel a... De mondjuk talán ezzel a területtel azért elboldogul. Gyerekek, hogy nem állt meg? Én azt hittem, hogy ez megállt. De nem, figyeljtek. Elrágadtam onnan, csinálja tovább. Gondolja, ki ez a hülye? Jaj. Egyébként igen, felpörgött egy kicsit a gazdaság, meg ennél még jobban fog, meg is nézzük ezt a T-105K-t, hogy mit alkot. Jó, a gyerekek, figyeljetek, nagyon jól dolgoznak a melósaink, úgy látom. A izét akartam még megnézni, őt, ő is a piros is húzza végig, ott lehet, hogy meg fog állni a vége, nem baj, sarkot megcsináljuk. Jó, oké, a T-150K mindjárt végez, nekünk meg kellene tovább jönnünk, még ahogy ráláttunk itt az eseményekre. Oda nézzetek, mekkora föld, három darab ilyen extrém vetővel, nagyon gyorsan tudunk rajta haladni, imádom. Igen. Azon agyalok egyébként, hogy most, ezt nem is biztos, hogy el kellene vinnem oda, hanem ezt a pótkocsit elvisszük, akkor oké.
ez az én telepem, tehát a jármű, maga a telep az itt lesz, az állattartás itt lesz. Oké? Ott. Jó, akkor így megegyeztünk ebbe szerintem. Mármint szerintem az így jó lesz. Meg fogjátok látni, hogy ez állattartás szempontjából rohadt jó lesz. Esetleg majd csinálunk utakat, vizéket, földes részeket, ilyeneket, olyanokat. Egy ilyen kialakított állattartó fal. Figyeljetek, nem lesz az egy olyan nagy... Nem hiszitek el, mekkora ízeig adnak. Mély segítő befejezte a munkát, oké. Most meg arra fordul részt az a izé, az őrült spanyol. Jó, nem baj, mindjárt 150k-t áthozom. Egyébként ez nem szereti, ez annyira nem szereti ez annyira nem szereti, közben meg telefonom van. Annyira nem szereti a terepet ez a gép. Úgyhogy egy kicsit problematikus lett itt ez a verda. Jó, van, oké, ezt a idő 150k-t megindítjuk megint fölfele. Jó, géppark akkor innen lesz, izé az onnan lesz, oké? Ez így lesz, akkor így lesz az egész. Viszont a sílót azt lehet, hogy át fogom ide telepíteni, vagy nem is azt fogom csinálni, hanem oda is rakunk egy sílót mindenképpen. Hogy az állattartásnál legyen síló mindenképp. Írtátok többen, vagy nem többen, azt hiszem egy vagy két ember, hát az már több ugye. Írta, hogy van ilyen univerzális sílót, nyugodtan használjam, azt nem olyan nagy, nem számít csitnek, tehát így. Így nem kell szénapadlást használnom, hanem használják olyat, amiben gyakorlatilag bármit tölthetek, azt Isten áldjon. Hát nem tudom egyébként, nekem az egy kicsit furcsi. Na mennyi barátom, aztán valamerre fordulj, akkor te jobbra fordulj, légyszerű, és nem tudom, ezt meg lehet-e adni valamit, de valószínűleg így nem. Ott meg szerintem már akadnak össze mindjárt, mind az őrültek, figyeld. Nem? Aha. Jó, hát ez így fog fordulni, igen, semmi gond van, semmi gond nincs, az lehúzza. Milyen objektum? Hol akadályoz? Nem. Melyik az I? Melyik az I? Az I, amelyik jön szembe. Nem tudom, mi akadályozta azt a csávot. Semmi nem akadályozza, barátom. Jó, és akkor ezt rakom is át egyel odébb. A piros... Igen. Jó, gyerekek. Elég jó haladunk, nem tudom mennyire. Fél óra, bassza. Most már levetjük ezt a földet izé alatt fél óra alatt nyílre. Meg sőt, még tudunk is lehet pörgetni az időbe. Az a lényeg, következő részben van biztos, hogy az fog történni, gyerekek, hogy eladjuk az összes csirkeollat. Az összes csirkeollat el fogjuk adni. Az összes csirkét el fogjuk adni. Ez valószínűleg, hogy gameplay kívül majd megbeszem. De a csirkeollokat azt veletek fogom megcsinálni. Mert de ilyen, mit tudom, hogyha véletlenül gameplay kívül veszek valamit, meg mi ilyesmi, akkor nyugodtan számoljatok utána. Nem, semmi, miért nem az, ilyen 3000-eket becsaljak magamnak, vagy nem is tudom, hogy ez hogy néz neki, vagy mi értelme lenne, mert igazából azzal nem megyek sokra. Na, a piriske is ugye végzett, úgyhogy mind a kettő végzett, szóval piriskával fel kellene mennem, úgyis olyan jó kis gyors, és ott azt a sarkot azt megcsináljam, na, jó, ezt meg ugye újra jó. Pont arra fordult, jó van, az megcsinálja azt, a sárga, vagy a sárga megcsinálja azt, a 252 megcsinálja azt, mi megcsináljuk a sarkot, időpörgetés, műtrágyázás. Az a baj, hogy nincsen permetszerem, gyerekek, az valószínű, hogy az nagy probléma tud lenni. Nincsen permetszerem, pedig az jó lenne, hogyha lenne. Hát, hogy mindjárt valamit kitalálunk el erre a dologra. Ugye a permetezést most már tudnám csinálni. Figyeljetek, ha permetezést tudom csinálni, akkor nem kellene a két permetező, mert akkor a permetezést az valószínűleg én csinálnám. A két kis permetezőt eladhatnám, abból tudnék valami pénzt kinyerni magamnak, de majd mindjárt kipróbáljuk, meg megnézzük, hogy ez hogy fog megtörténni. Gyerekek. Ja, hát figyeljetek, ez a challenge az azért megköveteli azt, hogy idő után tényleg ilyen precíziós gazdálkodás menjen. Tehát, ja. Várjátok, itt van egy kis probléma még, úgy látom. Meg itt is, ezt nem tudom, ez itt szenved. Mindjárt lehúzom. Látjátok, egyébként itt a kőnél csinálja ezt. De semmi gond, mert kívül az itt van, és már csinálja is a dolgokat. Ezzel rá, meg azt a kis...
kis falat, földet, hogy ott is megcsináljuk. Néz, és akkor még ezt is lehúzzuk. És tökéletes akkor. És egyébként egész jó kitartott. Jó nagyok ezek a vetők, úgyhogy emiatt gyerekek, elég jól megy az dolog. Jó, hát figyeljetek, be is viszom a kirót, akkor a kirót balra, akkor a telepünk az ott lesz. Csak az állattartás lesz ott, majd vissza fogom csoportosítani a gépeket, amiket oda vittem, a Simpsont elkezdve minden. Meg kellene néznünk, hogy a gyomírtó az hogy áll. Mármint a két gyomírtó, hogyha van benne, akkor azt le fogjuk használni, ki fogjuk használni, de hogyha nincs, akkor meg azt fogjuk csinálni, hogy eladjuk őket, és akkor annak az áram fogunk venni majd valamit, majd meg fogjátok látni, hogy mi csodát. Jó gyerekek. Akkor vissza fogunk jönni. Azon gondolkozok egyébként, hogy le kell egyáltalán akasztanom nekem ezeket, mert ha belegondolsz, nem is nagyon kell leakasztanom, mert mit akarok még csinálni, nem? Hát ugye mondjuk izélni kell, amsterelni kell, de hát az, arra mondjuk ott van a izé, akármelyik. Úgyhogy ez teljesen lényeg, vagy nem felesleges, ezt leakasztanom. Megnézzük a Rába Steigerrel. Mennyi van benne? 42%. Figyeljetek, akkor ezt muszáj kihasználni, hogy ebből nem tudod kirakni, azt hiszem. Nem, azt hiába nyomszok állni csodát. Ezzel nem tudsz kirakodni. Jó, oké, semmi gond, akkor ezt le fogjuk használni, úgyhogy no problémo. Megnézzük a másik az hol van egyébként? Ez pont a komoz mögött, mi? Vagy hol? Jó, az itt lesz. Szükségeltetik nekünk azt, hogy ránézzük itt a dolgokra, hogy mi történik. Az visszafordul, lehúzza, az visszafordul, lehúzza, kész vagyunk. Meg kéne néznünk, kell nekünk valami gép. Hol az MTZ-nk? Az MTZ-nk. Nézzük a Simpsonra, ráugratunk, azt így mindjárt meglátjuk. Itt az MTZ pont a másik. Másik csoda. Ebben is van 50%, lehet, hogy egyébként elég is lesz. Egyébként ezt mondtam, hogy ugye itt a földre egyébként tök jó ki lehetett volna menni, de jó, meg vagyok győzve. Hajlandó vagyok én kompromisszumot kötni, de egyébként higgyétek el, hogy ezt megcsinálnánk izére, perfektre ezt a helyet. Nagyon élnétek. Nézzük, milyen jó megcsináltam a kiáratot is. Így gameplayen kívül, aztán utána így, hogy mondjam, elkezdtem olvasni a kommenteket, hogy nagyon nem tetszik sokatoknak. Hát mondom, akkor ez így nem nagyon boldog a keeper. Ilyet, ezt kihoztam ide. Egyébként én azt vettem észre, hogy gépi munkás akasztja rendesen a izét. Az lagoltat. Rájöttem, hogy igazából nem nagyon lagolok, akkor ugye nincs gépi munkás. Kellene nekünk viszont még egy műtrágyázó is, ami amarra van. Na, hát meg is kellene nézni, mi a szituáció itt, ugye ebbe bele is ugrunk, és akkor ez mehetne is a műtrágyázóval majd. Ez csukja össze, menjünk át a izére. Nagyon, annyira tudok pörögni egyébként. Annyira élem ezt a játékot, beszarás. Ezt indítsuk el, ezt a motor. Ezzel menjünk be. Pörgethetjük az időt, ugye? Most már tényleg pörgethetjük az időt. Megint csörgök. Ennek fel kell vennem, mert megőrülés van. Szia! Éppen videózok! Szia! Szia! Én is, szia! Na, megjöttem. Bocsánat! Csergettem. Na, akkor ezt bevisszük, felvesszük vele a műtrágyázót, oda vittük a műtrágyát, gyerekek logisztikai nagyon ott vagyunk, úgy látom. És egyébként annyira jó ez a vető, mert így összecsukod, érted? És látod, milyen kicsi helyen el tudsz vele navigálni. Egyébként lehet, hogy tényleg az lesz, hogy az állattartás egyik helyen, a másik helyen, meg a farm. Aztán akkor azért mégiscsak azért olyan valamilyen szinten autentikusak leszünk, viszont a vállattartást azért. Én az vállattartást nem tudom elengedni, hogy ne legyen modern, mert ott ugye nagyon sokat szenvedünk, például van a szűk helye. Aztán így nagyon elment a kedvem attól, hogy ott szívok megállás nélkül. Úgyhogy ezzel valamit kellene kezdenünk. Jó, ezt akkor műtrágyázás lesz majd, ugye pörög az idő, mint az állat. A következő részben, gyerekek, mindenképpen el fogjuk adni a izét, el fogjuk adni a tyúkollakat, és át fogjuk hozni, ugye az a lényeg, hogy az összes kaját egyik meg onnan, ugye akkor nem vesztünk vele semmit,
Itt meg közben már oda érünk be, mindjárt le kell hoznom még azt a kirót, csak úgy közben ezt megtöltöttem. Aztán mindjárt műtrágyaszhat is, ez erre van gyerekek. Annyit kellene csinálnom, hogy akkor le kéne húznom ezt nekem majd itt. Sőt, akkor meg is tudnám ezt már csinálni, de nem, várjatok? Még addig, hogy nyomosodjon ki rendesen, és akkor utána majd még jobb lesz nekünk. Mert akkor ugye két műveletet tudunk egyszerre csinálni. Oké, kirovetsz, remélem, hogy nem kapcsolt le. Jó, még ez határon belül van. Nem tudom, mennyi az a távolság, amikor itt kikapcsolt. Jó, gyerekek. Benyomosodik, megállítom az időt, leműtrágyázom, le... Gyerekek, bazd, ebben a részben elkezdünk aratni, halljátok? És még egy csomót tököltünk, mert ugye beszélgettük, meg minden, meg elmondtam, hogy milyen helyzet, meg ilyenek. A gyerekek nagyon-nagyon komoly. Komolyan mondom, ez epic, jó. Epic jól sikerültek ezek a részek. Egyre gyorsabbak vagyunk, egyre hatékonyabbak vagyunk. Tudom, különben az a durva, hogy nagyon megoszlanak a vélemények, mert valaki folyamatosan írja, hogy jaj, jó lenne már, hogyha modern gépek lennének. Valaki meg így például tök ellenkezőjét, hogy aj, nem már, miért vannak modern gépek? Érted? Ilyen nagyon nehéz lenne Gabona malomnál, hogy a kereslet, hát cseszhetem, mert igazából nem fogok tudni vele semmit csinálni. Figyeljetek, akkor ez az lesz, hogy én ezt így megindítom. Figyeljetek, annyi, oda nézzetek, ez egy érdekes lesz. Mert azt mindjárt meg is fogom állítani ott a végén. Na jön. Várjátok, valamelyik szarállapotban volt, ugye? Hát nézzek rá. Kondíció 0%. Aha. Jó, hogy itt eszünkbe jutott, ugye? Na csak. Jó, arra rá kell váltanom viszont. Arrőszem. Kicsit vissza kell tolatni, hogy egyébként túlleddülnek, aztán ugye akkor nem nagyon örül neki a gép. Ott kimarad volna ugye természetesen. Elvileg jó vagyunk, ugye? Persze csinálja. Jó. Itt a sarkot lecsapjuk. Oké. Ezt megindítom arra most. Már csak azért... Várjátok, ez megtörtént a műtrágyázás, ugye? Művelt, gyomos, de viszont ugye a megtrágyázás az megtörtént. Jó, ez meg ugye ki van kapcsolva, úgyhogy ez nem is kell. Oké, ezt megindítom fölfele. Érdekes, hogy ez a műtrágyázó azt csinálja, hogy... Csak akkor hajlandó elindulni gépi munkással, ha... Oké, ebbe beugrunk. Gyerekek, nagyon hallod? Ilyen speedrunos kezd lenni ez a dolog. De higgyétek el, hogy fog ez még jobb is lenni, mármint olyan szempontból, hogy aki a sztorizgatást szereti, az is ki fogja venni a részét, mert rengeteget kell majd dolgoznunk. Oké. Okay. Ugye ennek meg ugye le kell húznom ezt, mivel nem tud normálisan fordulni, azt meg azért küldtem meg oda, mert akkor azt a szélét is le tudom húzni, és akkor már meg lehet indítani. A permetezés az ugye eléggé lassú, sajnos permetszert nem fogunk tudni venni, úgyhogy egyelőre még a helikopter az parlagon hever. Jó, az úgy látom, hogy az mindjárt kiér, át is veszik tőle a keeper a csodát. Egy kicsit visszalökjük, hogy ne. Oké, ezt a végét lehúzzuk, hogy ne menjen bele ugye mindig folyamatosan a... Minek nevezik be? A patakba. És akkor már meg is tudom indítani mindjárt, szépen sorba csinálja ezerrel. Rámas Tigerre nézzünk szépen, az még nem ér végig, úgyhogy talán jól is időzítettünk. Jó, mert itt az ifánk nekünk, úgyhogy itt meg tudunk egyet tölteni mindjárt minden be is, ha akarunk, kivéve ugye a permettet. Mert az sajnos problématikás. Oké, kb. A szélességet is eltaláltuk. Már egyből váltunk ide. El is vesztük tőle az irányítást. És meg is indítom kb. A föld közepén. Sőt, a föld másik szekciójába inkább. Valószínű, hogy esélyes, hogy össze fognak akadni, nem baj. Sajnos ennyi permetszerünk van, nem tudom, meddig fog elég lenni. Úgy gyerekek, azért így komolyan mondom, hogy itt...
Azért a logisztika, a szervezés legalább annyira fontos, mint a maga a nehéz projekt, amit itt tolok. Várjátok, itt még ezen a részen nem, nincsen gyomosodás. Úgyhogy itt még bele kell egy kicsit húznom, mert látod? Ott most gyomosodott be. Látod? És emiatt ugye ez fölösleges volt itt is itt leúzni, de mindegy. Mindjárt megküldöm fölfele ezt az MTZ-ét, mert itt akkor bőven van ideje. Jó! Látjátok, itt ugye nem gyorsodott be, úgyhogy itt egy 2 méteren majd ezt le kell húznom a végét. Érdekes. Meg akkor a másik felét, felese. Nem vettem észre, később vettem észre. Sajnos izét nem fogok tudni venni, nyomírtót. Ez nagyon szomorú vagyok miatta. Viszont egyébként gondolkozok rajta, nyomírtó ugye nem volt. Gondolkozok rá, mindjárt valamit nézzünk. Itt a telepen a skubiztam én ezeket, ezt a 2 pótkocsit. A remorkát, meg ezt én mennyire használnám, gyerekek? Ez valószínű egyébként ezt nem használom, úgyhogy ezt a 2 pótkocsit figyeljetek, én visszaugratom. Oda. Meg ugye kellene egy traktor is, mert ugye maximum 3 kellene eladni. Visszaállítás, oké. Remorkát is visszaállít, és gyerekek, ezt nem nagyon használom. Úgyhogy ez nem nagyon kéne használni. Hát igen, nem fog elég lenni. Főleg a nyomírtók nem fog ugye elég lenni. Bolthoz akarok ugratni ma. Így. És akkor ezt a 2-t el kéne adnom egyébként egy pótkocsival, hogyha behúzkodnám, hogy többet kapnék, hát nézzük meg mennyi. Ja, pótkocsi, vagy egy, mármint egy izébe, egy traktorral behúzkodnám, többet kapnék érte. Úgyhogy valamivel be kéne húzkodni. Lehet, hogy a izét vissza kéne, visszaállítjuk ezt az ifát. Nincs olyan? Beszálltam a nyelvből. Visszaállítjuk, és akkor ezzel behúzkodom gyerekek, ebben nem volt semmi, ugye. Jó. Behúzkodom, eladom, és akkor hozunk egy darab gyomírtót, amik mielőtt kifogy. 21-21%, ugye a műtrágyával nincs gond, mert ugye a műtrágyánk az van, az ifán is. Azt hiszem, gyerekek, már megint a izé. Jó, nem is, elviszem, azt eladjuk. Van műtrágya az ifán is, meg van ugye a pótkocsin is. Hát ezért nem fogunk nagy pénzt kapni, úgyhogy ne higgyétek azt, hogy itt ebből gazdagodás lesz, de legalább a műtrágya meg lenne. Eladás. Okay. Meg ugye, ezek nem kell, abszolút nem kellenek. Nem, olyan dolgokat nagyon nem akarok tartani, amik nem kellenek, mert igazából az erőforrás veszel, ugye ezért fizetsz ugye minden egyes nap, 20, ugye 0 órakor, fenntartási költség, meg hülyeségek, szóval ezek teljesen felesleges ezeket így csinálni. Azt hiszem, hogy ez drágább volt ez a paut, hát nagyon sokkal nem, de ilyen 3000-re számítok, azt akkor az már, hogy baráti, talán benne van, 2100, jó. És akkor meg tudok venni egy permetszert, sőt akkor a permetszert azt ugye nem is kell betöltenem, akkor meg tudnám a helikopterrel is oldani. Bár az a baj, hogy nem tudom pontosan, hogy merre mentek a gépek. Na nézzük a permetszert, gyomírtó tartály, vásárlás, megvásároljuk. Oké, marad még 1800 pénzünk, tök jó. IFA, nyomírtó tartály, remélem, hogy bele tudom rakni ebbe, bízunk benne, hogy valamit tudunk vele kezdeni. Az a baj, hogy úgy látom, hogy valami fönforgás van, gyerekek. A műtrágyánk az fogyott el, úgyhogy kellene nekünk egy kis műtrágya. Az ifába volt műtrágya? Az nem emlékszem rá. Nem, abban csak mag van, úgyhogy a... Úgyhogy... Itt kell nekünk működnünk. Bár ez meg pont nem nagyon szereti, ugye... Nem nagyon szereti a tarlót, vagyis a vetést, inkább már most ez vetés. De hát jó, valahogy megpróbálunk eljutni oda. Visszajelem a...
Az MTZ még csak annyit járt be, ó, Isten, egyébként ez a permetezés, ezt nem hülyeség ki, na, megyünk a idejével. Kamazza, hát ezzel meg fogom szívni, hallod, ez nem fog nagyon menni. Ez a permetezést, ezt nem baj, hogyha kiváltam, mert ez borzalmasan lassú. Nézd meg már milyen lassan, ez egy fuzingálják ide-oda. A hotel, hallod, ez meg 80 megy, de azért ennyire nem nehéz ez, hallod. Ez ennyire azért nem kéne töketlennek lenni ennek a... A repülőgép! A reptér! Ja, úgyhogy ez a permetezés, ez egy elég tortúra. Ó, menjünk ma. Igen, és folyékonyja lehet, hogy jobb lenne most már trágyázni is. Gyerek, átülünk azt, ez menjen tovább, mert közben meg már itt utol fogja érni. Nem mondod. Úgy van, töltsed meg! Na. Oké. Okay. Ez barátom, kicsit átratolhatunk. Csapjad neki, menjél tovább az utadon, amerre éppen voltál. Nagyon boldogok vagyok, ezt lehet, hogy itt is hagyom egyébként, ezt a pautot, mert valószínűleg ja, a nyomírtó 9 és 22 százalékon van, úgyhogy azzal meg jó lenne, hogyha sietne a keeper egy kicsit. Basz meg, hallod? Ezt öcsém, ezt összeszervezni, hogy fejbe tartani mindent, hogy minden hibátlanul menjen. Mert a izé is nagyon sokat pihen szerintem. Az a gép se. Oh, azt a betyár! Rendesen megüt az ifa, hallod? Azért az ott volt. Lehet, hogy azon agyalok, hogy helikopterre le fogom csettinteni. Nagyon gondolkodok rajta. Hát te vagyok itt főcélre, azok meg fogjanak ki, aztán jó van, nem baj. Helikopterre meg ledurrantok. Ezt Isten áldjon, nem? Jöjj. Ugye ez nem pont erre való az ifa. Mindjárt gyerekek, helikoptert megtöltsük, azt lecsapja a keeper az egészet, ne viccelj. De mondjuk lehet, hogy a helikopter az úgy fog zabálni, mint az állat. Nagyon nehezen látható egyébként, hogy meddig van. Meddig van. Három pontos csatoló van a jövőn? Helikopteren? Hülyéskedtem a... Néha ilyen hülyeségeket mondok, aztán jelhiszitek. Na, várjál. Ide a helipadra, ide felrakjuk. A helikopternek jó helye lesz itt, nem gyerekek? Van, hát ezt kikapcsolom. Azt a betyár. 2% a jobb írtó, a izé 250-es rábálva. Semmi gond, gyerekek, semmi gond. Vagy. Hohoho. Várjátok, át kellene nézni, meg igazából a 250-es rába 2%-on van, azt meg is kéne néznünk. A gyomosodást bekapcsolom, megnézem. Aha, itt van egy csik, meg igazából ott van még. Beszállás a járműbe, akkor ez menjen, figyeljetek, használja el, és akkor valószínűleg ezeket akkor eladnám, ezeket a két gyomírtóst. Mondjuk azt a hülyeség eladni, mert lehet, hogy ugye pont elfoglalva vagyok egy kisebb földön, akármi, akkor ugye tudok vele dolgozni. 25-23, ha használja el az összeset, azt akkor kevesebbet kell. Használja ki nyugodtan. 8-6. Oké, okay. Mehetünk is be vele szépen. Váratlanul abba hagyta a munkát. Hát még szerencsé. Kíváncsi vagyok, hogy fogunk ezzel permetezni. Nem tudom, milyen magasságban kell. Régen azt használtam, még FS15-ben szerintem akkor használtam utoljára. Jó, srácok, tök jó vagyunk egyébként. Nem is tudom, most komolyan 50 perc megy a videó. Ennyire pörgök, vagy néha egyébként tényleg olyan az időérzékem így elveszik emiatt, hogy így... Egyébként az tök jó lenne egy olyan telepet kialakítani, megmondom őszintén, hogy itt azt csinálnám legszívesebben, hogy úgy kellene, hogy nem kelljen betolatni, hanem lenne egy ilyen ív, ahol így elmész, és akkor hátulról rakosgatod be a gépeket, tudjátok, azt szerintem tök jó lenne. Nézzük meg, hol a másik? Ő a gyomírtós. Mennyi van még? 8% legalább ezt lehúzza nekünk, akkor itt a csikot kell lecsettinteni, meg akkor azt a felét, aztán kész a helikopterrel, ugye?
Jó, hát ezt el is engedhetem igazából a kedét, mert ott a maximum visszafordul, menjünk a helikopterre. Rohadt kíváncsi vagyok tényleg egyébként. Gyomírtó mennyi? Ez nem túl sok gyomírtót fog fölvenni. Aha. Nos, kacok. Készüljetek! Ki ne ugorják, mindig kiugrok ebből a gépből. Meg kell várni, fölpörögjön. És az igazság, hogy nem kellene olyan kapkodni vele, meg szerintem elég alacsonyan kéne repülni, nem? Azért nem a stratoszférából kellene szórni a permetet. Milyen széleset szór egyébként, azt sem tudom. Lehet, hogy nem is volt érdemes megvenni. Na figyeljetek, innen kellene kezdeni, ugye itt. Ha itt valamennyire látni. Hogy itt hagyta abba ugye a másik gép. Figyeljetek, itt végig suhanunk. Most ezt mit? Ezt csinálja? Nem túl gyors? Na, egy csikot elhagytam szerintem. De viszont a föld végében ugye érdemes kikapcsolni, hogy ne szól. Aha. Kihagytam egy csikot. Egyébként nem egyszerű vele szórni, elmondom nektek gyerekek, meg szélesebbet is csaphatta. Igen, és meg ugye túl lendül, tovább lendül, viszont baró gyorsan végig tudod veretni, úgyhogy az abban meg oda né. Azt a betyár, hallod? Azt a betyár, azért nem rossz. És az nagyon furcsa, hogy ugye nagyon fura az irányítása, azért megköszokni a csinál. Meg túl lendülsz, ugye, na, ne lendüljél túl, légy szíves. Na, jó, az irányítását, ha megszoknám, lehet, hogy akkor már olyan lenne. Remélem, hogy nem túl magasan vagyok. Ne! Új, ne! A francba! Hogy mindig ezzel akarok fordulni, hülye elvetővel. Előtt még gurulni is lehet vele, mi? Ja, bocs! De egyébként miért leszik ki az ilyen keveset? De egyébként szélesebbet húzhatna egy picit, nem? Na, meg amire fölpörög, megint arra lemegy a rohadt életbe az ebetű. Hát kell raknom, hogy beszállás, bazdő másra. Szerintem elhagyom a bal oldalak. Érdekes, hogy ott a legszéle, mint hogyha nem húzná le. Mármint úgy mutatja, hogy csinálja. Fölötte megyek meg a területnek, és mégse. Jó, hát figyeljetek, rá kell érezni mindenképpen. Meg az lenne jó, ez a minél nagyobb területek, ugye kevesebbet kéne fordulni a végén. Figyeljetek, azt kellene csinálnom. Itt kikapcsolom, kicsit fölemelem, elmegyünk távolabb, nem? Hát így csinálták. Szépen megfordulsz, beirányzod, kicsit lejjebb mész. Szerintem ezt így kéne, hogy ilyen izébe, ilyen átvetülésen, ugye? Ó, te hallod, kiírja, hogy ide nincs hozzáférésed közben a francos ember. Ez túl gyors. Lehet, hogy túl gyors. Kíváncsi vagyok, próbáljuk meg, hogyha nagyon gyorsan átkúzunk, akkor is le fog permetezni. Húzzunk itt ezt a felét. Ez ilyen epic gyorsan direkt átkúzok most. Bazzek! Na, ránézek, hogy most elvileg... Bazza, lepermeteztem ott, hallod? De milyen csikokat húzok, dík? Ez nem a legszerencsésebb. Gyerekek, nagyon nehéz egyébként vele, vagy pedig én vagyok béna. Viszont az, hogy konkrétan akármilyen sebe, meg nagyon keveset veszik, meg nagyon... Ja, csak azért ezzel, apám, te akarsz érvényesülni, azért kösd föl a betyárat. Retteltesen nehéz használni. És
Például, nem tudom, hogy fölötte vagyok-e, vagy nem itt célú. Jó, a műtrágyálom megint kifogyott. Majdok, hogy nézzek rá. Jöcsém, hát milyen csigokat húzok én ott? Gyerekek, ezzel hallod, amire lepermetezem. Lehet, hogy ezzel azt kéne csinálni, hogy így konkrétan átszállsz fölötte egy csomószor, az csá, úgy, ahogy éppen esik, nem? Ezzel nem tudod tartani a izét, a sorokat. Tehát, hogy azt kéne. Ilyenkor fogy, ilyenkor nem is fogy. Úgyhogy ilyenkor nem is kell kikapcsolnom. Hülye voltam, kikapcsoltam. Az a lényeg, hogy akkor húzza át rajt minél többször. Most, hogyha véletlen nem tartod a sort, az se baj. Aha, ezzel így kell permetezni, nem kell ezzel tartanod a sort. Valóságban se tudták tartani, bazen. Gyorsan vissza. Az igen? Na ez volt ám az alacsony átrepülés, gyerekek. És próbálom, hogy mindig olyan helyen elhúzni, ahol már még nem húztam, de egyébként éle van, nagyon jó, jóféle. Mindjárt ránézzünk. Nézzük rá. Aha, a izé, de érdekes, hogy a... Most ez hol mutatja? Melyik gépet mutatja? Várjál. Ezen, itt pedig elhúztam már egy csomószor. Állítom a gép mellett, nem? De túl gyorsan megyünk, nézzük meg, vagy túl magasan. Próbáljuk meg áthúzni itt a gép mellett. Lehet, hogy a túl gyors valami szuper. És ezt jól találtam, itt jó, hogy zöldség van. Egyébként higgyétek el, és komolyan mondom, hogy nagyon-nagyon nem egyszerű. Pedig már lehet megcsináltam volna egy jól majd spermetedővel, ugye? Rohadtul nem egyszerű, meg ilyen csikokat húzok bele keresztbe a hosszába. Lehet, hogy túl magasan is megyek. Tempomatot nem lehet neki kapcsolni, azt felejtsétek el, hogyha arra gondoltok. Na ugye az a baj, hogy hát ez nem egyszerű, gyerekek, ez csak egy státusz szimbólum lesz lehet, mert hiper ebbe bele keveredik. És ugye ezen az ölcsikon próbáld meg megtartani, amikor sodródunk balra-jobbra. Nem tudom, aki nem próbál, tényleg nem, lehet, hogy nem tudja elképzelni, hogy mekkora szívás az egész. Úgyhogy valószínű, hogy fogunk venni egy normális permetezőt, vagy valami nagy dögöt, vagy valami gyerekek, valami modern szuperjárművet. Ezzel permetezni, ezzel meghalsz, hallod? Ezzel meghalsz, mire lepermetezed. És például hol van ilyen zöldség, tehát nem tudod megállapítani. Pontosan, hogy hol permeteztél már, hol nem permeteztél, meg amúgy se tudod ráirányítani. Itt például el kéne mennünk, csak az a baj, túlsodródsz. Most akkor elsodródsz arra. Igen, és emiatt ugye nem tudod rendesen lehúzni. És mehetsz még egy kört. De gondolom ezért leszik ilyen rohadt keveset. Ó, itt a szélében itt is jó, hogy eljöttünk. Na nézzük rá. Már egész jó, gyerekek, azért ma valami alakul, csak most kávé hol nincsen. A gép mellett közvetlenül nincs lehúzva. Egyébként lehet, hogy magasan repültem, mert most egész jól lehúzingáltuk. Lehet, hogy magasan repültem, az nem nagyon volt jó, túl baráti. Itt kellene valahol elhúzni. Aha, ott látom is, gyerekek. Rakéta találat! Most ezt jól lehúztuk, elmondom neked. Aha, ott van még egy kicsi. És ilyenkor nem fogy egyébként a gyomírtó. Na ijedjetek meg, na ijedjetek meg. Kéne valahol lehúznom. Beleakadt, bele! Mentettünk!
Hát jó, ezt egyébként el lehet felejteni komolyan. Ami vagy iszonyatosan... Sáros lett a izé! Sáros lett, gyerekek! Olyan alacsonyan repültünk, hogy sáros lett a helikopter. Most itt próbálom menteni a menthetetlent. És hol van még olyan? Itt is van például. De egyébként igen, igen, nem... Szerintem van egy bizonyos magasság, ahol már nem nagyon érvényesül. Itt is megpróbálom lehúzni. Jó, na nézzünk rá. Felszállok magasabbra, hogy... Oké. Okay. Egyébként nem olyan rossz, itt a traktor, amit nem tudott lehúzni, az kellene még. Berepülünk a traktor mögé, azt lehúzzuk egyenesen, próbáljuk meg valami. Egyébként az nagyon nehéz az irányítása. Mármint nem ilyen, nem úgy van, hogy arra megy, amerre te nyomod, hanem ugye ezek a ilyen extrém túllendülések például, itt ami történik. Nagyon nehéz izébe tartani, vonalba tartani. Meg az, ráadásul ugye három dimenzióba próbál szenvedni vele. Na nézzünk rá, hogy mi van. Jó, ott még mi a kocka ott? Ez hol van? Aha. Ott hagyott egy másik gép. Ne menj túl, annyira túl. Ah, nagyon nehéz irányítani. Lehet, hogy én vagyok tényleg tök béna, de... de nehéz irányítani. Jó. Kis fogyasztottuk. Na! Tényleg ez kösse fel a gatyáját, aki ezt akarja irányítani, de hogy olyan alacsonyan repülünk, hogy sáros lett, azért azt tudom valami, gyerekek. Na, szálljunk le a helipadra. Igen, épp hogy el tudsz vele navigálni, hogy nem kapsz infarktust. Jó gyerekek, oké, megérkeztünk, szuper! Hát, nem kívánom senkinek, az ellenségemnek se, komolyan mondom ezt a dolgot. Igen. Jó, egyébként egész jó lett, ott vannak egy-két csík, tehát... Fú, ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szívás. Komolyan mondom, mert ez több idő ment el, mint akármivel, meg még ráadásul a gép se dolgozott, úgyhogy... Hát ezt tényleg nem ajánlom senkinek, ezt ellenségemnek komolyan... Hogyha rosszat akarok valakinek, akkor vezesse egész nap ezt a helikoptert. Ezt nem tudom, ez ilyen státusz szimbólum lesz gyerekek ott. Nem jó. Nem, nagyon-nagyon nem jó. Nagyon-nagyon nem jó. Meghagyom még, mert lehet, hogy nagy földeket... Csak az abban, nagyon, nagyon szűket is tudsz vele ugye permetezni. Tehát egy ilyen földön közlekedő permetező, az sokkal inkább használhatóbb, bármint még az is szélesebbet húz. Nem húz széleset. Ugye ennek például az volt a lényege, amikor permeteztek benne, hogy tök nagy területet le tudod vele csapni a pilóta. Ez ebben viszont nem reális. Ennek úgy kellene, hogy ugye sokkal nagyobbat, nem tudom, hány méteres ennek a permetező. Kíváncsi vagyok, mindjárt rá is nézem. Ez meg ugye menjen. Nem is tudom, hogy hol tartott, mert már is nagyon belekeveredtem. Ja, még annyi vissza van, jó van. Okay. Csopja tovább. Hát igen, ez nem biztos, hogy nagy üzlet volt nekünk. Tegény kamazzal, meg itt ezzel húzkodom itt a dolgokat, mi? Nem biztos, hogy nagy üzlet volt. Ez a helikopter, és lehet, hogy komolyan gondolkozok az eladásán, de egyelőre maradjon. Ilyen funértéke van leginkább, más nagyon nem. Oké, okay, akkor mi a szituáció? Ja, ez meg lesz, oké, okay, ki kellene hoznom ezt az MTZ-t, mert ez ugye megint beadta a kulcsot. Ja, ez a permetező, de most figyeljetek, hadd nézzük már meg, hogy ezek hogy vannak. Garázs. Nézzük meg, hogy mi van itt.
A permetezőkre vagyunk kíváncsiak, meg a ez a permetező, ez 15 méteres. Hol van a helikopter? A helikopter meg 60 méternek írja, halljátok? Ennek 60 méteresnek kéne lennie. Hát a permetezőnk szélesebbet húzott. Ez valami el van, igen, ez valahogy el van csesződve, mert nem annyi, mint amennyi. De ez nem 60 méteres. Ez körülbelül 15 méteres. Ez tényleg, hát olyan csikokat húzott, ugye tök látszott, hogy mint ez körülbelül. Úgyhogy ez valahogy konfigurációs beállításban nem jól van megadva. 60 méteresnek kéne lenni, azt tudod mennyit? 15... Ez négyszer ilyen szélesnek kéne lenni, mint ez. Hát négyszer ilyen széleset nem húzott. Hogyan húzod volna? Hát most nézzem már meg. Figyelj. Hol lenne? Három húzással lehúznád az egész földet. Úgyhogy ez nem rossz, csak szerintem valamilyen konfigurációs beállítás el van csesződve. Úgyhogy azzal kell majd valamit kezdenünk. Na, gyerekek. Úgyhogy rá fogok nézni a konfigjára, hogy hogy van megadva, mert nem jó, nem jó. Jó lesz az a permetező, hogyha normál 60 métert húz, akkor az le a kalappal, de nem annyit húz. Hanem körülbelül 15 métert húz. Olyan széleset húz, mint amennyit ott. Ma ugye ennek itt szét kéne terjednie, nagyobb, nagyon sokkal nagyobbat kéne húznia, de mindenképp ránézek. Ez nem jó, nem jó, nem jó, nem működik jól. Azért csinálja ezt, sajnos. Viszont mindjárt megvan, és akkor már régen ugye maradhatnánk, mert a vetés mikor elkészült, hogyha gyorsabban tudnánk ugye P-t is hozni, meg gyorsabban tudnánk permetezni. Hát a permetező helikopter jó lenne, hogyha nem jól működne, sajnos nem jól működik, úgyhogy azzal valamit fogunk csinálni. Figyeljetek, következő részben mindenek körülmények között az fog történni, hogy el fogjuk venni a csirkét, az összes csirkét, az összes csirke ollat, jó? Úgyhogy ez erre lehet készülni. Át fogjuk hozni ide mindenképp az állattartást, arra gondoltam. Ezeket a permetezőket még egyelőre megtartjuk, az muszáj lesz. Ezt a gépet, amelyik itten foglal helyet, ugye ezzel valamit kellene csinálni. Aratásra rá készülünk. A csirkéké lesz mindenképpen az összes búza, muszáj, mivel rengeteg csirke. Rengeteg csirke, rengeteget eszik, ugye? Úgyhogy ez így fog gyerekek leledzeni. Egyébként írta egy srác, hogy... Na, ez meg is lesz. Írta egy srác, hogy összesen 10 ólat rakhatsz le a játékba egy mapra. De ugye ezt lehet modifikációval módosítani, és... akkor elvileg sokkal többet, akár 30-at is, viszont érte, hogy na, elég nagy gép igénye van. Reméljük, hogy nem lesz semmi probléma. Na gyerekek, azt mindenképp megcsinálom, hogy ezt a szögletet itt még letrágyázom. Bele is ugrunk, most átjövünk ide. Oké, álljál meg, barátom, ne menjél bele a vízbe fölöslegesen, köszönöm. Nézzük, hogy melyik rész volt. Igen, itt mindig egyébként, itt a kőnél csinálják azt, ugye. Most már legalább tudjuk, hogy ezt kell lehúzni, meg azt kell lehúzni ahhoz, hogy jól működjön itt a dolog. De jó, mert igazából megtörtént az esemény, szóval nincsen semmi gond, gyerekek. Ezt itt a keeper lehúzza, látni is, hogy ott eléggé csúfos. Jó. Oké, okay. Jó, ott van itt egy kis nyom, ezt annyi. Jó, gyerekek. Veszett több is moácsnál. Szépen elpakolunk. A szalmát mindenképpen be fogjuk portani abba a szénapadlás, vagy szalmapadlásra. Vagy pedig abba fogom behordani, gyerekek. Meg a maradékot be fogjuk hordani már a darálóba, mivel ugye az ott nagyon jó helyen lesz nekünk, mivel később majd szükségeltetik az is. És hogyha tyúkokat áthordtuk ide, akkor ugye rá fogunk menni arra, hogy logisztika, mivel szükségeltetik nekem mindenképp egy nyerges vontató. A kamaz egyébként nem nyerte el a tetszésemet eléggé tré, úgyhogy lehet, hogy egy nyergest fogunk alkalmazni. Ami mindenre is jó lenne. És ugye a nyerges vontatóban az a szuper, hogy gyakorlatilag többfajta
félpót kocsit tudsz használni. Például tudnánk használni, ugye. Ezt nagyon gyorsan megmutatom, hogy akkor miben gondolkodik a kíper. Ugye, hogyha lenne egy nyergesünk, akkor a félpótkocsikkal tudnánk variálni. Ugye lenne olyan félpótkocsink például, amelyik mondjuk szemet hord, nem tudom, lehetne olyan, amelyik ugye raklapot hord, úgyhogy ezek például tök jók lennének. Van 48 ezer literes csoda, ugye, ami nem tudom pontosan mihez készült, de például szerintem, ez nagyon beteg jól néz ki. 48 ezer literes, van, itt van amelyik ugye ez mihez? Tudom pontosan melyikhez. De az a lényeg, hogy ezeket tök jól tudnánk használni, meg ugye, hogyha autólódos pótot rakna be a keeper, akkor azzal meg tudnánk hordani a raklapokat. Úgyhogy egy jó, erős, nyerges vontató valószínű, hogy be fog ugrani, és el fog menni a kamaz, viszont az ifa az meg gyakorlatilag egy kiközelítő lenne. Nem jó, ifa nem jó kiközelítőnek, mivel átrakókocsi is lenne jó. De nem jó a kiközelítőnek, mert beordja valamelyik silóba, és akkor onnan meg ugye alatta áll majd a félpótkocsi, és akkor egybe be tudjuk engedni. Úgyhogy egyelőre nem kell átrakókocsiba gondolkoztam, de nem kell szerintem. Jó, szerintem ez itt tök frankó lesz. Jó, elbúcsúzom gyerekek, következő részbe aratás, belepörgetünk az időbe. Aratunk, behordunk, közben a csirke ólakat elpakoljuk, eltrakjuk, eladunk mindent. Na, sok pénzt vesztünk, megint, tudom, de jó lesz, hogyha rendszerezve lesznek itt a dolgok. Én úgy érzem, hogy ez megint meg kell lépnie a keepernek. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, sziasztok!